Sziasztok! Köszöntelek benneteket! A hazánk időjárását alakító ciklon az éjszakai órákba elhagyja a Kárpát-medencét. Mögötte azonban nem nyugszik meg teljesen a légkör, a déli részeken ugyanis még előfordulhat zápor, zivatar az éjszakai, illetve a nappali órákban is. Majd kedden mozdul meg újra jelentősebben felettünk a levegő, ekkor egy hideg front érkezik. A hazánk időjárását alakító ciklon középpontja jelenleg még a szlovák területek felett található, majd a ciklon az éjszakai órákban már messzire északkelet felé elhagyja hazánk térségét, mögötte pedig némileg stabilabb levegő érkezik, legalábbis az északi részek fölé. Az előttünk álló éjszaka folyamán még nagyrészt derült lesz az ég az éjszaka első felében, majd az éjszaka második felétől főként a délnyugati tájak fölé vastagabb felhőtömbök sodródhatnak, illetve erőteljes lehet a gomoly felhőképződés, és ezeken a tájakon szorványosan kialakulhat zápor, néhol zivatar is. Emellett pedig a szélcsendesebb északnyugati tájakon foltokban pára, illetve köd képződhet. Az északnyugati-nyugati szél fokozatosan veszít erejéből, de az éjszaka első felében az északkeleti tájakon még előfordulhatnak erős, esetleg viharos széllökések. Hajnalban pedig 4 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, általában több órás napsütéssel. Az ország déli felén harmadán azonban erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, itt még labilis marad a levegő, ezért szorványosan várható záporok, illetve néhol zivatar kialakulása is, a zivatarokat felhőszakadás kísérheti. A déli szél az ország nagy részén mérsékelt marad, csak helyenként lehetnek élénk lökések. A délutáni órákban pedig 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Ami a folytatást illeti, vasárnapra már teljesen megnyugszik a légkör felettünk, napos idő várható, kevés fátyolfelhővel is bőven az átlag fölötti hőmérséklettel. Hétfőn már vastagabb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de több órás napsütésre még továbbra is számítani lehet. Majd kedden, ahogy már említettem, egy hideg front éri el hazánk térségét, ezért a nap második felétől már több helyen lehet számítani esőre, záporra, néhol pedig zivatarra. Én ezzel szeretném megköszönni a figyelmeteket, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek bennünket legközelebb is. Szép hétvégét kívánok nektek, sziasztok!